A Párizsi éjszaka festőjének is nevezik Corinne Margitot, akinek képei most a Kohán képtárban láthatók. A művész 1897-ben született Kolozsváron. A festészettel 20-as éveiben kezdett komolyabban foglalkozni. Nagy hatást gyakorolt rá Párizs. A francia fővárosban közel másfél évtizedet töltött, és a társaság egyik kedvence volt. A Rákosi korban osztályidegenként kitelepítették, így került Békés megyére Gyomára. Itt olyan szegények voltak, hogy festményeit egy zsák krumpliért vagy pár kiló lisztért adta el. Később a gyulai közönség is megismerhette őt, a 70-es, 80-as években gyakran megfordult a fürdővárosban. Corinne Margit a 70-es években és a 80-as években Gyulán élők számára egyfajta idősebb, kicsit furcsa, talán hóbortos idős asszonyt jelenthetett, aki időnként megjelent a képeivel, korábban még a férje is ugyanezt tette, Reiszmann József megjelent a különböző polgárok házaiban, vagy boltokban, esetleg orvosoknál, ügyvédeknél, és próbált eladni párizsi éjszakát idéző képeit. Minden ismerhettük, pontosabban azok, akik akkor aktív életet éltek Gyula városában. Corinne Margit képeinek legjellegzetesebb témája a párizsi éjszaka, melyet különleges hangulatú műveken jelenített meg. Ezeken gyakran feltűnik egy piros sapkás nő, aki ő maga. A sok ház, a sikátorok, ezek a hegyeket, illetve a völgyeket jelentették, de egyfajta kritikai vélemény is az ember életéről, a sivárság kezdetéről, a kapcsolatok megszűnéséről, a túlzott urbanizációról. Mások viszont azt emelik ki, hogy zseniálisan kezelte a fények játékát. Nem csoda, hiszen Rembrandt volt az egyik olyan festő, aki megihlette őt, és az ő fényjátékát nagyon szerette, valamint El Greco, akinek a szerkesztő kompozíciói örökké megragadták őt, és később is emlegette az ő magát, talán egy picit a követőjének is tekintette. A gyulai kiállításra 30 kép a Gyoma-Endrődi Városi Képtárból érkezett. A többi festmény magángyűjteményekből származik. A tárlat november 8-áig látogatható a Kohán Képtárban.